Ja. Elindul a mandula, most megyek tovább. Elindul a mandula, most megyek tovább. Na gyerekek! Jaj, gyerekek! Az előbb akkora nagy szél volt, meg be volt borulva az égbolt. Már rég volt. És most úgy látszik, hogy nincs vihar. De annyira jó érzés itt ülni, és annyira jó érzés itt szabadon itt lenni. És nem kell megfelelni senkinek. Csináld azt, amit szeretnél, és ne folyásoljon be senki. A szerelem és a vele járó cécó. Szép a szerelem, tényleg jó, hogyha van egy párkapcsolatod. Csak azért tudjátok, a fontos a bizalom, az őszinteség és az elfogadás. Ha ezek megvannak, akkor minden megy magától, mint a kerike, mint a karikacsapás. Nem kerike, mert nem tudom miért mondtam azt, hogy kerikecsapás, karikacsapás. Kerikecsapás van olyan? Meg a franc karika. Nem azt mondjuk, hogy a francba, hanem a franc karika essen bele. Vagy valahogy máshogy mondhatnám. Látom sok szerelmes pár, tényleg rengeteget, és azt látom, hogy már nem beszélgetnek, hanem csak a telefon a fontos, amit nem értek, hogy miért nincs köztetek kommunikáció, kedves szerelmes párocskák, és miért van az, hogy a telefon fontosabb, mint a közös nyelv és az egymással való foglalkozás. Most már inkább a virtuális világ, az internet világ, ami a párokat is behozza, és inkább Instagram, Facebook profil alakítása, TikTok videókat készítsünk, mert unatkozunk, tehát menjünk el moziba, mert az jó. De ott is a moziban is csak azért, hogy tudj villogni azzal, hogy te moziban voltál, te ezt a filmet nézted, te nagy popcorn tettél, te kólát tettél, meg egyébként. Meg te megkapsz mindent az adott pároktól. Nem az érzelem a fontos, nem a bizalom, nem az őszinteség, hanem inkább a pénz, inkább az, hogy mennyire tudsz ragyogni, mennyire tudsz többnek tűnni, mint a másik. Inkább teszed irigyé az embereket, mint boldoggá. Irigykedjenek azért, mert te sztéket eszel, meg hasább burgonyát, és még sorolhatnám, hogy miket. Azért irigykedjenek rád, mert te TikTok videózol, te csillivilli helyeken vagy. A szerelem nem arról szól, hogy te minél több mindent mutass meg magadból, és minél jobban tönkreted a kapcsolatodat, hanem arról, hogy megmutasd, hogy te szereted azt az adott illetőt. Miért jó féltékenyé tenni a világot? Miért kell irigykednie másoknak egy adott kapcsolattal? Miért keresnek a kapcsolatból még többet másoknál? Tehát van egy szerelmes pár, van a lány és a fiú. A fiú elmegy szórakozni, megismerkedik egy lányjal, tudja jó a fiú, hogy nem szabadna semminek lennie, mégis megtörténik az adott dolog. Nem derül ki, mert a fiú nem fogja elmondani a lánynak. Abban az órában, abban az időben a hölgy is valahol máshol bulizik, és nem történik semmi, vagyis történik ott is egy-két dolog azon az estén, mert máshol éred a hölgy, fiú is, hazamennek, vagy együtt élnek, vagy csak találkoznak egy adott helyen, ahol mindig is szoktak. Milyen volt a buli? Nagyon jó volt, tehát megbeszélek mindent. És tehát mosolyogva a belső lelki problémákkal együtt, a sok hazugság, ami begyűlik, azzal együtt mosolyogva végig kézenfogva mennek, és egymásnak hazudva boldogságot szillelve mennek tovább. De miért? Ugye? És amikor kiderül a lányról, hogy megcsalta a párját, aztán kiderül a fiúról, akkor megy az adok-kapok. De meddig tart a szerelem? Amíg nincs gyerek, amíg megvan a bizalom, amíg megvan az őszinteség, amíg nincs megcsalás. Mi számít megcsalásnak? Egy részegen megtörtént csók, vagy egy részegen eltöltöttél éjszaka egy idegenben? Vagy az, amikor rajta kapnak egy adott valakivel, egy adott helyszínen, az számít megcsalásnak, vagy az csak semmi, mert nem jelentett semmit. Tipikus dumák azok, hogy de ő nekem nem jelentett semmit, de őt nem is ismerem, de őt nem is szeretem, de ő iránta nem érzek szerelmet. Igen, értem, hogy nem érzel iránta semmit, de mégis ott voltál mele. Tehát mégis történtek dolgok idegen is adott személyek között, és egy pár így megy tönkre. Vagy mert nem értenek egyet, vagy nincs meg a bizalom, nincs meg az érzelem,
nincs meg a kölcsönös kommunikáció, vagy nincs miről beszélniük, vagy az alkohol, vagy a cigarettán vesznek össze, vagy a másik lány seggét megnézte, vagy a másik pasit megnézte, vagy ezzel csókolózott, vagy azzal fotózkodott, vagy azzal találkozott. Mindennek van oka, meg kifogás is van. Nagyon sok kifogás és nagyon sok ok van, hogy mi miért történik. De aztán ilyen gondolkodsz, hogy hát neked van egy párkapcsolatod, tök jól el vagy. Nem csal meg a barátnőd, mert tudod jól, hogy ő nem tenne ilyet. Persze, mert nem fogja elmondani a hölgy, hogy hát drága kicsi életem szerelme ezzel a fiúval és ezzel a fiúval volt. Te meg nem mondod el a barátnődnek, hogy te meg ezzel a lányon és ezzel voltál, hanem egy külső ember fogja a kettőtök között kirobbantani a vitát, és akkor tűz, tehát egy ember okozta a tüzet, próbálta begyújtani, és sikerült neki lángra robbantani. Tehát az a picinke pislákoló parázs, egy külső ember benzinként fellobbantotta a lángot. Tehát a parázsból egy nagy tűz lett, amire ti magatok dobáljátok rá még az adott ágakat, fákat, rongyokat és egyebeket, és ez olyan magasra nő, hogy olyan lesz, mintha egy óriási nagy tűz lenne, és ebből akkora háború lesz kettőtök között, hogy már nem tudtok együtt lenni. De mindig azt mondják, hogy mindenki őszinte mindenkivel. Itt nincs olyan, hogy te őszinte vagy bárkivel, meg te mindent elmondasz. Mert van valami benne neked még, amit még mindig nem mondtál el. És mindent nem mondasz el úgy, ahogy történik, hanem picit színezed, tehát picit úgy mondod el, mintha. De nem úgy történt semmi, hanem teljesen máshogy történtek a dolgok. Tehát csűrik, csavarják, hozzáadnak, elvesznek és egyebek. De miért? Zajlik az élet, ugye? Tehát a bizalomnak meg kéne lenni. A bizalom arról szól, hogy tényleg bízol benne, mert te tudod? Hogyha valóban elmegy, akkor nem történt semmi. De én úgy vagyok vele, hogy bennem van az, hogy most lehet, hogy azt mondja, hogy semmi nem volt, de nem tudhatod. Most illetve megjelenik egy adott valaki, nem is ismerette, nem láttad soha még a barátnőd baráti köréből, vagy a baráti körében. Ő a legjobb barátja, meg a gyerek. De honnan tudod te, hogy ő tényleg a legjobb barátja? Honnan tudod, hogy az a lány honnan ismeri a fiúdat, vagy az a fiú, vagy az a lány honnan ismeri a lánybarátnődet, vagy bármi. Tehát mindig van valami, amit nem értesz. És aztán hiába kérdezel rá, mert nem kapsz választ. Meg azt bírom a legjobban, amikor, hát mikor mondjam el neki, most hogy mondjam el, vagy várom az adott pillanatot. Fogod oda, és azt elmondod. Húzzák, halasszák, és akkor valamikor 2 éven keresztül itt van benne a lelkében, hogy elmondja, hogy megcsalta meg, hogy már nem ér semmit a házasságuk, meg nem fog hozzámenni. De hát várom az adott pillanatot, hogy mikor mondjam meg, és éveken keresztül elhúzza. Eltelik mondjuk 2-3 év, vagy 5 év, 5 év múlva kiderül, hogy 5 évvel ezelőtt mit csinált. Mi van? Hogy? Micsoda? Tehát miért nem akkor mondod, amikor ott a lehetőség? Amikor megtörtént, odamész és megmondom. Én azt tenném, amikor tényleg valakivel együtt lennék, és megcsalnám, oda mennék, figyelj, ne haragudj, de én megcsaltalak vele is vele. És mindent elmondanék neki, mert miért nem mondjam el? Tehát mi változik? Összeveszünk, elhagyjuk egymást, kész. Neki fájni fog, hogy én megcsaltam. Rosszul fog esni neki. És ennyi. Vagy megbocsájt, vagy ad még egy esélyt, vagy nem úgy esélyt, semmit nem bocsájt meg, hanem fogja szépen halkan, nem vitatkozva, nem ordítozva, halkan összepakolja a cuccát, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy együtt voltunk, köszönöm, hogy ismertelek, és szia. Tehát az lenne a legegyszerűbb, ha abban a pillanatban, ahogy megcsaltad, te odamész is elmondod. Tehát ne félj attól, hogy mi lesz. Csak nem fognak bántani, csak nem fog olyat reagálni, amire nem gondolnál. Mert tudod, hogy mit fog reagálni. De ne félj. Mert azt akarod, hogy az mondja el, akinek semmi köze a kapcsolatodhoz? Tehát idegenek mondják el, hogy te mit tettél a másikkal, és te mit tettél, vagy egymással mit tesztek. Külső emberek szeretnek olyat mondani, ami nem igaz. A legjobb barát is akarhat rosszat. Ha azt mondja a legjobb barát, hogy ez volt, a másik azt mondja, hogy nem volt, akkor most kinek hiszel? Vagy magadnak, amit látsz, és te megtapasztalsz, vagy a másik külső embereknek, amit hallasz, amit dúzsolnak a füledbe, hogy figyelj már, az a srác nem hozzád illik, mert megcsalt. Mert ezzel meg ezzel láttam. Az a lány nem illik hozzád, mert ez meg ez. Mi van? Gyerekek, magatokban higgyetek abban, hogy te mit tapasztalsz meg. Ismerd ki az adott felet, a beszéd stílusát, ahogy kimondja, a hanglejtését, a hangsúly.
a reakciók, az arcát kell jól megnézni, a szájának a járását, a kézmozdulatai, az adott hirtelen felugrás, az adott, na jó, most akkor oda csak, hogy jobban fejezd már be, hát mindig ezt hozott fel. Ugye van ez, amikor tipikusan, hogy menjünk egy vitatkozásból, vagy hogy menjünk be, hogy menjünk ki abból, amikor valaki rákérdez, figyelj, te megcsatál. Majd már fejezd már be, én soha nem csinálok meg, én nem vagyok ilyen, hogy tudsz ilyet mondani? Ez a reakció már automatikusan arra utal, hogy már pedig ő megcsalt, és te igazat mondtál azzal, hogy mi van, te megcsaltál? Volt már olyan, hogy megcsaltál, de úgy csaltalak meg, és majd oda csap, vagy mit tudom, lerakja a telefont hirtelen. Miért kell mindig ezt mondani? Én már mindig ezt mondod, mert elegem van ebben, hogy megcsaltak. Tipikus az a reakció, hogy igen, megcsalt. És akkor próbálja menteni a mentetőt azzal, hogy csapkolódik, ő sértődik meg, ezzel is a te lelki világodat próbálja kicsit megzúzni, kicsit összenyomni, hogy te érezd magad rosszul, mert ő megcsalt, csak te miért hiszed azt, hogy ő megcsalt? Hát ő nem. Ugye? De fiúknál is ugyanez van. Tehát amikor a lány rákérdez, akkor a fiú ugyanúgy reakciója. Ugyanaz a reakciója, majdnem. Jó, most elmegyek, hagyjál békén, és elmenekül az adott beszélgetés elől. Nem menekülni kell, leülni és megbeszélni. Tehát ha valakivel van problémád, valakivel rosszban vagy, felhívott telefonon, figyelj, légy, találkozunk itt és itt. Leültök és beszélgettek. Beszélgettek. A szerelmet is így lehet. Tehát, jó, én most könnyen mondom, mert mintha értenék hozzá, ugye vagy szakértőnek, de leülsz és megbeszéled vele. Leülsz és megkérdezed. És ha az adott személy elrohan, akkor tudod jó, hogy igazad van. És igen, ez is ez volt. Én azt gondolom, hogy beszéljétek meg a párjaitokkal, barátnőitekkel, szerelmetekkel, vagy az éppen adott majdnem vőlegényeteknek, mondjátok el az adott időben, abban a minutumban, hogy mit tettetek, mert vagy megmentető, vagy vége kell, hogy legyen a dolognak. De akkor már mindegy, mert akkor meg már hiába mész a másikhoz, hogy te vele akarsz lenni, mert az már nem akar veled lenni, ugye? Sok érdekesség van, ami igen befolyásolja a dolgokat. A szerelem és a vele járó cécok és viták. Azt gondolom, hogy a szerelem a szerelem. Régen milyen szerelem volt, és ma már milyen szerelem van. Miért vagy valakivel együtt? Ennyit szerettem volna ezzel a videóval. Remélem, hogy elnyeri a tetszéseteket. Ha nem tudok beszélni, tetszét... Remélem, le tudtam kötni a figyelmeteket ezzel a kis témával. Tudom jó, hogy nem fogjátok érteni, hogy miről szólt a videó, ezért nézzétek végig újra és újra. Találkozunk a következő videóban. Most pedig megyek haza. Na csá!